Na szevasztok, srácok, itt vagyunk egy újabb Squad Builder Showdown videóban Sunzone-nal. Sziasztok! És a mai videóban Nani köré fogunk építeni csapatokat, és megnézzük, hogy melyikünk csapata lesz a jobb, és hogy ki tudja megnyerni a mérkőzést. Na, én szeretnék egy 4-4-2 második variációt használni. Használhatod, 4-3-3-at írtam fel. Csodálatos kezdés, nézzük a te felállásodat. Én is egy érdekes felállást szeretnék használni, azaz a 4-3-3-ot. Használhatod, azt hittem, hogy ilyen OP-ra mész is 4-3-2-1. Na, akkor nézzük a csatárokat, támadókat. Na, ugye nekem kettő darab csatár kéne, az egyik az egy Alexandre Pato, a másik pedig egy Rafael. Milyen Rafael? Bundesligás? Ja. És a másik ki volt? Pato. Villarreálos? Aha. Hát ezt nem használhatod. Ne szívassá. Itt van. Fel van írva. Pato. Hát leszopom magam. A másik pedig Bakambu volt, mert ő nagyon OP. Na mondjál valami bronzfost. Ez a Joelinton jó lenne. Szerintem ott használhatod Diego Alves-t. Az brazil meg kapus. Jó de lesz a szeretlek. No, ez egy kis szülinapi ajándék lenne. Köszönöm szépen. Megtisztelő. Baszódjál meg. No, mert az enyém. Mondjad. Az egyik Éder, a másik Mkhitaryan. Van egy jó, illetve egy kevésbé jó hírem. Gondolom Édert nem használhatom, pedig Iman of the Match megvan. Elírtad? Fölám. Hallott, 80 ezer coin volt. Hát ez szarügy. Ne, pedig ki akartam próbálni. Majd máskor. Mondhatom? Szeretnék egy Casemirót, egy Melót és egy Hulkot. Mkhitaryan, Gustavo és Kroos. Jó. Most én jövök? Én szeretnék egy Hamest, egy Kroost és egy Schneiderlint. Gomez, Parejo, Schweinsteiger. Még jó, hogy Schneiderlint használtam. Na és most következnek a szélső hátvédek. Nekem bal oldalon Coentrao lesz, és jobb oldalon... És jobb oldalon pedig Sanya. Sanyát akartam írni. Mit érted? Coentraót is. És mit érted? Marcelót, meg Debussyt. Elsőnök Darmiant akartam használni, de azt hittem, hogy az feltűnő. Mondhatom? Várjál, ja. Én szeretnék egy Maicont. És egy Coentraót. Danilót és Filipe Luist írtam. Okay. Na és következik az utolsó három, két védő és egy kapus. Az egyik védőm Hövédesz, a másik Boateng és kapuba Leno. Hát jó van. Írtam egy Varant, egy Laportét és egy Lloris-t. Na, annyi. Na, mondhatod a tiédet. Én szeretnék egy Martinezt, egy Albiolt és egy Moyát. Santos, Miranda és Cézár. Szóval használhatod mind a hármat. Jó. Na nézzük a meccset és Sunzone csapatát. Az a Beto az ott tetszik. Hát nekem is az a Diego Alves. Gyere! Jaj! Leno! Ezt kihagyni. Azt hittem elesik. Ott és van! Gól. 1-0 Alves. Tényleg? Nem Hulk biztos. Ja, Hulk. Egyforma cipőjük. Mindegy. Lényeg, hogy vezetünk 1-0-ra. Kis szveti be is gól. Diego Alves.
Hát jó, mondjuk innen eltalálja a kaput. Kettő. Nem így akartam, de ezt most muszáj volt. Ó, oh, igen. Ott van! Három. Rafael, gyönyörű. Brazil srácok, azok mennek szépen. Fú, de utálom ezt a játékot. Persze. Mellé lövi! Édes faszom. Ajaj. Ó! De szép. Ott a passz. Hogy lehet így egyedül hagyni? Hogyan hagyta így egyedül a csávót, hallod? Mi ez a játék? Ez meg nem ment vele senki. Hát még ha így akartam volna. De jó, hogy váltam úgy ember, tökre imádom ezt. Veto, rohadjál meg! Ames? Ames? Ez kapufa. Na jó, van, bazd meg. Úristen, mit hagyod ki? Persze, itt csak szerencse kérdése, meg script kérdése. Ez az, és gól így is. És neked passzolok, hát ez elképesztő. Casemiro. Aha, igen. Casemiro, bazd meg magad. És oh, itt a vége. Ez se engedi. 3-1. Ja, áll az égnek. Na nézzük a statokat. Rafael volt a meccsemberen állam. Nem is volt olyan rossz. Jönnek a diszkárdok akkor. Na, mondhatod. Na szóval az egyik mondjuk legyen a bal középső középpályás. Hövédesz. Jó. És a másik pedig a jobb szélső támadó. James. Ő egész jó volt pedig. Aki, ja, ő volt a legjobb, és... Na, srácok, ennyi lett volna, köszönjük szépen a figyelmet, hogyha szeretnétek még ilyet, akkor dobjatok 1000 darab lájkot erre a videóra, és akkor lehetőségeinkhez képest minél gyorsabban megcsináljuk a következő részt. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, ennyi lett volna mára, szevasztok! Sziasztok!